Szeretett üdvözlök mindenkit, keresztül percem, úgyhogy nagyon fogom darálni, megérem. Azt el szeretném kezdeni, hogy a neve, hogy azt, hogy tournament, de valójában az inkább munka és kacagás, mint egy verseny. Úgy néz ki, hogy összegyűlnek a résztvevők, mi konkrétan ilyen rengetegen voltunk. 10-en ebből a devén nem is fejlesztett, ők ott a klubé, úgyhogy csak 3 csapat alakult. Volt egy PHP csapat, volt egy Python csapat, és volt egy Java csapat. Teljesen csapatok döntették el, hogy milyen programozási nyelvet fejlesztenek, ami kényelmes volt neki. És a lényeg az volt, hogy minden összeálltak a csapatok, nekiültünk és elkezdtünk pókerbotot fejleszteni. Most nálunk ez úgy működött, hogy Zsolt a középső srác, ő volt az, aki kötyögött, mi ketten pedig mondtuk az okosságokat, tehát gyakorlatilag nem csináltuk semmit. Más csapatok már nem így volt egyébként, volt az, hogy fejlesztett. Maga a fejlesztés úgy történt, hogy a Devin írta egy kutét, ez volt az, aki az egész játékot úgymond szervezte, és nekünk csak a klienseket kellett hozzá megírni, de ezt is csak úgy, hogy PHP-nál volt egy handler PHP, abból benne voltak a függvények, gyakorlatilag csak az algoritmusokat kellett beleírni. De olyannyira kényelmes volt egyébként a fejlesztés, hogy a Devin még egy service-t is csinált, hogyha odaadta nekünk a service-nek a lapokat, akkor ő megmondta, hogy mi van a kezedben. Tehát az elején elkezdtünk azon gondolkodni, hogy akkor oké, de hogyan tudjuk azt, hogy most pokerünk van, vagy mi van, mert nyilván azért nem egy hátrányú kezemben pokerezik, hogy tudja, mi van a kezében. El is volt egy szolgáltatás, tehát gyakorlatilag abszolút mértékben mindenki arra koncentrálódott, hogy hogyan tud olyan botot fejleszteni, mert a többi botot meg tudja verni. Nagyon érdekes volt egyébként, mert másfél óra fejlesztés után körülbelül ki kellett az egészet pusolni, és akkor utána egymásnak keresztelték a botokat, és volt egy nyertes, egy másik helyzet, ők kaptak pontokat, mindenki máshoz pont nélkül maradt. És másfél óránként voltak ezek a körök, és nyilván folyamatosan fejlesztették a csapatok a botjaikat, és egyre nehezebb volt nyerni. Így nézett ki egy játék. Valójában ez már visszajátszása volt egy játéknak. A Devil lefuttatta a saját kis gépén az egész játékot, és utána a log volt az, ami betöltött ide a böngészőbe, és itt a böngészőből lehetett visszakövetni az egyes részét a játéknak. Most mert egy-egy játék elég hosszú volt, ezért mindig bele-bele töltettük, és ott nézegettük, hogy mikor mi történt. Ez azért volt jó, mert a logokat olvasni elég unalmas volt egyébként, és így meg látta az ember azt, hogy hol hibázott az algoritmusa, és mi kell a következő körben javítani. Most az egésznek a lényege az egyébként az, hogyha már ugye a fejlesztés lenne a lényeg, hogy nem jövős, nem van egy startup, tehát arra kell törekedni, hogy egy minimum viable product-ot kell előállítani, mert ugye másfél óra alatt valami működőt kell. Tehát az biztos, hogy másfél óra múlva lesz egy játék, és hogyha volt olyan, hogy valakinek kliense elszállt, akkor az automatikusan diszkvalifikálta magát abban a körben, sajnáljuk. Tehát arra kellett törekedni, hogy minden pillanatban működjön az, amit csinálsz, és a lehető legjobban működjön. Tehát ez volt a Lean Startup benne. Gyakorlatilag ennyi volt így az egész nap. Ez már az utolsó slide is, úgyhogy tényleg akkor beletértem az 5 percben. Rohadt sokat rögtünk egyébként, ezt meg kell, hogy mondjam. Neki fogta a fejét, hogy mekkora hülyeségeket csinálnak a botok néha. Például miénk az utolsó körben annyira szigorúak voltunk, hogy mi nem szörömbe a játékba, csak akkor, hogyha valami jó lapunk van. És azt nem vettük figyelembe, hogy a kiskapben van, akkor azt is eldobtuk simán, amelyikből beraktuk volna, vagy kiegészítettük volna arra, hogy bekerüljünk a körben. Úgyhogy észnek kell lenni nagyon. Mindenkinek tudom egyébként ajánlani. Nekem sokkal jobban tetszett, mint a Game of Life, ez személyes vélemény. Az nekem kicsit monoton volt, ez sokkal pörgősebb, meg izgalmasabb szerintem. Úgyhogy gyertek sokan. Köszönjük szépen. Nem tudom, van egy kérdés esetleg? Tesztfejlesztitek? Hát igen. Van valami teszt, és akkor... Vagy csak úgy? Hát, mi csak úgy, igen, és mi szívtuk meg. De a többiek azok TD-ben. Volt egy csapat, a járvásokat TD-ben fejlesztettek, de úgy, hogy nem refaktoráltak. Tehát a végén egy spagetti lett az egész, de legalább tudták, hogy működik. A Pythonosok azok először elkezdtek... Pythonosok elkezdtek először workflow-t optimalizálni, úgyhogy ők az első körből kapásból is estek, mert valamilyen kivételt dobott a kliensük, és ott el is szállt minden. De aztán végül ők is elkezdtek azzal foglalkozni, amivel kell. Jó egyébként, mert tényleg nagyon hamar megtanulja az ember, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. És miről kell leszokni nagyon gyorsan, hogyha azt akarja, hogy egyetlen ne linkuljon az, amit csinál.
Mi egyébként mi nekünk jó. Tehát az első kört megnyertük úgy, hogy nem tudtunk mi van a kezünkben. De akkor még egyébként senki nem tudta, mert az annyira az elején volt még. Aztán utána, mi egyébként mi lettünk a harmadikak, de... És ez szép eredménye három évig. És azt nyertek jövőt, hova kezdtek? Igen, a pályázatosok nyertek. De van valami ezt. Ők nagyon sokáig például nem tudták azt, hogy mitől dobál neki kivételt, és ők kitalálták, hogy ha kivételt dob, akkor ezt meg azt csinálja a kliens. Tehát nem értették, hogy hogy működik. Sőt, sokáig nem is tudták azt, hogy kinek mi van a kezébe, csak azt nézték, hogy ki mit csinál. Vagy hát azt nem tudták, hogy a saját kezükben mi van, csak azzal foglalkoztak, hogy a többi játékos mi csinál, és ahhoz képest kezdtek el. Ott a nagyon érdekes volt. Spencer filmben fordítva. Igen. És ő így reagáltak gyakorlatilag a többiek, és nem is azt mondja, hogy ezeket őket náluk mi van. Szóval elég érdekes, hogy hangzik. Nem, egyébként tényleg az volt. Tehát mondom, ajánlom mindenkinek. Nem ironikusan mondtam, nem tényleg. Jó, szerintem eljárt az ötlet. Hát köszönjük szépen, Robi, hogy meghoztad a kedvét, remélhetően, hogy ez a rendezvényhez csatlakozzon.